Dicsőség Jézus Krisztusnak! A proszkomédiáról fogok szólni, és annak kapcsán az egyházunk tanításáról, amely egy olyan rejtett, rejtélyes szertartási elem, amelyről sokan nem is tudnak. Templomba járó emberek is, maga proszkomédia szót is, ma már azért, hála Istennek, többször elővesszük, hittanórákon is, most már vetítünk róla, most már a kamera bemehet oda, a fényképező kamera vagy a filmes a szentély mögé, és akkor, mert bezárt ajtó mögött, a szentély fala mögött, vagy a ikonosztázion fala mögött zajlik ez a szertartás. Tehát ismeretlen nagyon sokak számára. De azért is, mert valóban ez egy titkos, rejtélyes része a liturgiának, nem véletlenül. Viszont ha rátalálunk, hogyha kicsit jobban megismerkedünk vele, akkor többet meg fogunk tudni, nem csak erről a kicsiny szertartásról, és nem csak a liturgiáról, a liturgia egészéről, hanem az egész egyházról, az Isten kapcsolatunkról, önmagunkról, az életünkről. Ezért ezt a kettős címet adtam a mostani mai tanításnak, hogy a proszkomédia hely a liturgiában és az életünkben. És bevezetésül pedig szeretnék néhány szentírási szakaszt felolvasni, amelyet ritkán szoktunk elővenni. A bizánci egyház egyébként nagyon-nagyon óvatosan bánik vele, egyáltalán nem olvastatja. Igen, a Szentírásnak van egy olyan könyve, ami a bizánci szertartásaimban soha nem kerül elő. A római katolikus testvérek bátrabbak ennél, és vesznek olvasmányi részeket, a Jelenések könyvéről van szó. A Jelenések könyve ugyanakkor nem mondható, hogy ne volna jelen a keleti egyházunkban, csak valahogy egészen más eszközökkel veszi elő. Valahogy úgy igazodik hozzá, ahogy az a Jelenések könyve is megíródott. A kutatók igazolták ma már, hogy a Jelenések könyve nem valami jövőben mondás, ki lehet olvasni, hogy mi fog történni. Bár sokszor a szövegek erre utalnak, ez is ez fog történni. De valójában egy nagy liturgikus látomás. És mielőtt erről most többet mondanék, hadd hangozzék el néhány mondat a Jelenések könyvében, ahol a bárányról beszél. A 19. és a 20. fejezetből néhány mondat. És hallottam, mint hatalmas tömeg moraját, mint nagy vizek zúgását, mint zengő mennydörgés robaját, alleluja, megkezdte uralmát Urunk Istenünk, a mindenható. Örüljünk, újjongjunk, és dicsétsük, mert eljött a bárány mennyegzőjének napja, mennyasszonya felkészült. Megadatott neki, hogy ragyogó fehér patyolatba öltözzék. A patyolat a szentek igaz tetteit jelenti. Ekkor hozzám fordult, írd, boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzői lakomájára. Majd folytatta, Istennek ezek a szavai igazak. Lába elé borultam, hogy imádjam, de ő így szólt, vigyázz, ne tedd, szolgatársad vagyok neked és testvéreidnek, akik tanúságot tesznek Jézusról, az Istent imád. Új eget és új földet láttam. Az első ég és az első föld ugyanis elmúltak, és tenger sincs többi. Akkor láttam, hogy a szent város az új Jeruzsálem alászállt az égből, az Istentől. Olyan volt, mint a vőlegényének fölékesített mennyasszony, akkor hallottam, hogy a trón felől megszólal egy hangos szózat ezt mondva, íme az Isten hajléka az emberek között. Velük fog lakni, és ők az ő népe lesznek, és maga az Isten lesz velük. Letöröl szemükről minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem fáradtság, mert az elsők elmúlnak. Akkor a trónon ülő megszólalt, íme újjáteremtek mindent. Majd hozzám fordult, írd fel, ezek a szavak hitelesek és igazak. Aztán folytatta, megtörténtek. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég.
a szomjazónak ingyen adok az élet forrásának vizéből, ez lesz a győztes öröksége, az Istene leszek, és ő az én fiam lesz. Közben néhány képet mutattam, de hadd menjek vissza Van Eyck nagyon híres genti oltárképéhöz, amely a bárány imádása címet is viseli, vagy a titokzatos bárány, amely a művész látomása, ő így képzeli el a mennyek országát, a jelenések könyvét, ahogy a bárány középen a trónon vérét ontja, és a népek oda gyűlnek hozzá, köré gyűlnek, hogy imádják őt. Ahogy mondtam, a keleti egyházunk nem veszi elő ezt a szöveget. De hogy ne volna mindenről szó, azért az nem mondható. Hiszen pontosan az a célja az egyháznak, hogy a bárány uralmát elérhetővé tegye, foghatóvá tegye, közel hozza hozzánk. A kereszténységnek, az evangéliumnak nem az az üzenete, hogyha engedelmeskedünk a parancsoknak, és úgy viselkedünk mi is, ahogy az evangéliumban le van írva, akkor jó esetben az Isten jóságának és irgalmának köszönhetően eljutunk a mennyországba. Annyira jó lesz oda, ott majd, hogy érdemes oda készülni. Az egyház ennél sokkal többet mond. Ugyanazt mondja, amit Jézus Krisztus föllépésének kezdetén, térjetek meg, mert az Isten országa köztetek van. Márknál az Isten országa közel van, de Máté így fogalmaz, Isten országa köztetek van. Ráadásul enhémi mondja, amit úgy is fordíthatunk, hogy bennetek van. Eszünkbe juthat Szent Ágostonnak az a mondata, hogy közel vagy hozzám, közelebb, mint én saját magamhoz. Az Isten nagyon közel van. Az Isten nem távol van, hanem közel. És az evangéliumnak, Jézus Krisztusnak az üzenete pontosan ez, hogy itt van, itt vagyok, nem távol. És a megtestesülésben pontosan ezt tette foghatóvá, hogy a mi emberségünket magára vette, és nem csak tanít, nem csak követnünk kell őt, hanem nekünk adja önmagát, isteni erejét. És attól kezdve a mennyország, ami maga az Isten, nem egy hely, nem egy ház, nem is egy állapot csupán, sokkal mélyebb annál, egy személy, három személynek a közössége az Isten országa. És abba von bele, abba hív minket bele az Isten a megtestesüléssel, mint egy belekapcsol bennünket. És hogy a mennyek országa mennyire közel van, mennyire körülvesz bennünket, így fejezi ki a keleti egyház. Érzékelhetővé akarja tenni, hogy az Isten országa itt van már. Nem azért csorog az arany a falakról, hogy ezzel fitogtassuk, hogy mi mennyire gazdagok vagyunk. Az aranynak a színe egészen különleges hatást kelt bennünk. Nem tartozik a szivárvány 7 színe közé. Nem is tudom pontosan, hogy lehet az arany színt elhelyezni. Az arany valamiképpen a keleti templomban, az ikonokon és az emberi pszichében is az örökké valóság, a végtelen távlatnak a megjelenítője. És itt csak egyetlen színt említettem, de hát sokkal többről van itt szó, nem csak színes kép ez, hanem hatalmas képi rendszer, mondjuk így inkább teológiai rendszer, ami az egyház, aminek mondjuk az ikonosztázion, hát egy kivetített fala csupán, amely nagyon-nagyon sok mindent mond el, de hát akkor is nem csupán szemléljük az ikonosztáziont, sokan úgy tekintenek az ikonosztázionra, mint egy nagyon színes hittanórára, amely szintén helyén való gondolkodás, mert végig lehet, nagyon szerettem, amikor Hajdúdarogon hitoktató voltam, nagyon szerettem átvinni oda a gyerekeket, és ott szépen a képeken keresztül mindent el lehetett magyarázni. Na de az egyház nem csak magyaráz,
hanem bevon, beemel, oda vonz bennünket. És érezzük, hogy jó nekünk itt lennünk. Amikor a Szent Liturgián részt veszünk, és most csak a térről beszéltem, de majd tovább lépünk a Szent Liturgiára, az időben, az énekekben, minden emberi megmozdulásunkban, emberi gesztusoknak a sokasságában, mind-mind megjelenik az, hogy itt van az Isten országa. És ez a mai kereszténységünkből hiányzik. Nem csak azért, mert szinte nem tudunk ilyen templomokat építeni, vagy nem merünk. Szerintem nem is tudunk. Mégpedig azért, mert az egyházi életünkből hiányzik ennek a tudata. Hogy már itt van az Isten országa. Hogy már beteljesült. Ebből részesülünk. Az eukarisztiában ennek a lakomáját vesszük magunkhoz. Távol került tőlünk a mennyek országa. Az őskeresztények, amikor számukra természetes volt az, hogy közel van Jézus, Maranata, jöjj el, lehet, hogy fizikailag is tényleg azt gondolták, hogy hát még egy pár év vagy pár évtized is el fog jönni. Szent Pálnak is vannak ilyen erre utaló sorai. Tehát sok-sok minden megváltozott. De mégis átélték azt, hogy hát nagyon közel van az Úr eljövetele. Mi meg úgy erről megfeledkeztünk. Hát majd valamikor, már 2000 év eltelt, hát még eltelt még 2000 év, hát addig el leszünk itt nyugodtan. Holott, ha megélnénk azt, hogy mennyire közel van az Isten, akkor még inkább arra vágynánk, hogy bárcsak jönne el. A karácsonyi adventusnak a szintén lélektani és teológiai időszaka szintén úgy hozzásegít, akkor úgy jobban megérezzük, hogy közel van az Isten. És az egyház ad nekünk ilyen időszakokat, most a nagybőjtnek a küszöbén vagyunk, egyik legszebb nap, ez a mostani úgynevezett tiszta hétfő, nagy lendülettel indulunk el a nagybőjt utazásában. Szóval úgy segíteni akar az egyház, hogy nincs messze az Isten, közel van az Isten. Ismerős az a legenda, a kijevi rusz legendája, hogy Vlagyimir nagyfejedelem elküldte a követeket, hogy letelepedtek már, megtalálták az új hazát, és választanak vallást maguknak, és elküldték mindenhová a követeket, és beszámoltak a követek arról, hogy mit is láttak, elmentek a mohamedánokhoz, elmentek Buddha templomokba, elmentek Galliába, vagy talán Rómába, és minden polémia nélkül, aki Bizáncból jöttek meg, azok így adtak hírt az ott tapasztaltakról, beléptünk a templomba, és azt se tudtuk, hogy már a mennyországban vagyunk, vagy még a földön. És ez az, amit a keleti egyház nyújt. Hogy belépek a templomba, és azt se tudom, hogy talán már a mennyországban vagyok. Most a kis előadásban, a tanításban egy nagy lépést teszünk, mert megpróbáljuk mindezt egy kicsit fölboncolni. És megnézzük, hogy mitől is ilyen a templom. Mitől is működik így a bizánci templom és a liturgia. Így fogunk majd eljutni egy kicsit hosszú bevezetővel a proszkomédiáig. Ez a bizánci templomnak a fölbontása, részletezése. Nyilván nem fogok mindenre kitérni, az egészen hosszú lenne, egy külön előadás. Nézzük a hármas tagolását. Van a előcsarnok, van a templomhajó és a szentély. Miklós említette a jelölteket, akik még nincsenek megkeresztelve. Ez a jelölteknek a helye. A világnak az a helye, amelyik még nem lépett be az egyházba. Itt tartózkodnak, a tanítást meghallgathatják, és bejöhetnek a templom hajóba, de a liturgiának csak egy bizonyos részén. És amikor az igen liturgia, a zsoltár éneklések, a szentírási részek éneklése és ezek magyarázat, a homília elhangzott, akkor utána egy nagyon érdekes felszólítás hangzik el a bizánci liturgiában, az ajtókat, bölcsességben figyelmezünk. Ez az ajtókat nem azt jelenti, hogy húzatlan csukjátok be, hanem ekkor a hitjelölteknek távozniuk kell. Mert olyan rejtélyes dolgok következnek, amelybe ők még nincsenek beavatva. És szépen nekik ekkor a hitek egy elmondása előtt ki kell menni, bezárjuk az ajtót, és most már csak magunk vagyunk.
Van olyan törekvés, okos papbácsik azt mondják, hogy hát ma már nincsenek ugye hitjelöltek, elég borzasztó ezt mondani, mert hát, ahogy mondja Miklós, vannak, csak nem biztos, hogy ismerjük őket, tehát keressük meg őket és vezessük be őket. Tehát vannak. De mondjuk nem ismerjük őket, már ennek hát nem küldünk ki senkit a templomból, hát ez is igaz. De azért, és emiatt aztán elhagyja, hát azt minek mondjuk majd az ajtókat. Pedig ez a felszólítás, hogy az ajtókra figyelnünk kell, azt is eredményezi, hogy, vagy azt is közli, azt is tartalmazza, hogy azért most valami olyan dolog történik, ahol én bent lehetek. És nem mindenki lehet bent. Értékeljem azt, hogy most egy olyan cselekmény kezdődik, amiben nem részesülhet bárki. És hogy én itt vagyok, ez nem döngethetem a mellemet, hanem hát hálásan fogadom, hogy én benn maradhattam. A lényeg az, hogy a templom hajóban a hívek, a megkereszteltek vannak jelen, akik a szentséggel élnek. De hát van itt egy másik fal, egy hatalmas nagy fal, zárt ajtóval, függönnyel, amögött van a szentély, amiben már végképp nem léphetnek be sem a hitjelöltek, sem a hívek, csak a papok. Illetve a szolgálattevők, akik a szertartáshoz tevékenyen hozzájárulnak. Eszünkbe jut az az ószövetségi szabály, hogy ott is megvolt a sátornak a három osztatú helye, ugye a világiak, a pogányok, akik nem izraeliták, aztán ugye a belső sátor, és a szentek szentje, amit egy függöny választott el, és a mögé senki más nem léphetett be, csak a főpap egyszer egy évben. És a függöny mindig zárva van. Hát igen, ezt jelképezi, ezt szimbolizálja a szentek szentjét, ahova nem léphet be csak a főpap egyszer egy évben, hogy ott bemutassa az áldozatot, önmagáért és a népért. És nálunk is ajtó van, függöny van, nem lehet belépni. Hát micsoda diszkrimináció ez, hogy van, aki bemehet, van, aki nem. Meg ne tudják az ombudsmanok, hogy így néz ki a bizánci templom. Ez egyáltalán nem diszkrimináció, hiszen az egész templom, az egész liturgia, az egész egyház arra van fölépítve, hogy mi oda szeretnénk bejutni. És amikor nagypénteken Krisztus Urunk nagy szóval kilehelte lelkét, a nap elsötétedett, és a függöny kárpitja fölülről az aljáig ketté hasadt, ez azt jelenti, hogy szabad utunk van az Atyához, és beléphetünk a szentélybe. Krisztus a saját testén keresztül bontotta le ezt a falat, és beléphetünk a szentélybe, meg vagyunk hívva a szentélybe. És igen, ott van a helyünk. Na most az egyháznak hozott egy parancsot, hogy ne, csak a papok mehetnek. Azt szeretném elmondani, hogy igenis bejuthatunk. De meg kell találni az útját, módját, hogy mit jelent ez a bejutás. Tehát igen, be van zárva, be van húzva a függöny. És a Szent Liturgiának némely részén kinyitjuk, kinyílik a függöny. Úgy magyarázta egy atya, nagyon tetszett nekem, hogy valójában azért tartjuk zárva a függönyt, mindig zárva van. Tehát amikor a takarítónéni takarít, nem húzza el a függönyt, hogy most akkor ő porszívózik. A függöny zárva van. Azért van zárva, hogy néha érzékeljük, hogy ki lehet nyitni. Semmit nem jelentene a fényes heti nyitott királyi ajtó, fényes héten húsvét éjszakájától kezdve egészen Tamás vasárnap elővecsernyéjéig nyitva van a királyi ajtó, el van húzva a függöny. De hát ebből semmit nem érzékelnék, hogyha ott nem volna függöny, ha egész éven át nem volna bezárva, hogyha nem volna zárva a királyi ajtó. Ha azt tetszik, azért az egy hétért, azért a fényes hétért van egész évben zárva a függöny. De nem csak azért az egy hétért, mert a Szent Liturgiában is vannak pillanatok, amikor kinyílik. Ezekért a pillanatokért van zárva. Hogy érzékeljük, hogy viszont néha megnyílik. És néha, amikor megnyílik, akkor szemünk elé tárul az oltár, a szentély, az Isten trónusa. Az oltár, amire majd elhelyezzük a bárányt, az áldozati lakomát, amelyről részesülünk, a keleti egyház szimbolikájában egyrészt nyilván asztal, amely meg van terítve, amelyről részesülünk. De hát ahol a bárány van,
ahol az Isten báránya, maga az Isten van, az trónszék, trónus. Ez az oltár az Istennek a trónszéke. És ráadásul fölhozzuk a bárányt ide, akkor még kenyér. És elhelyezzük itt, és itt történik meg a föláldozása a báránynak, és a vérének a kiontása. Úgyhogy ez a Golgota is, a Golgota is a kereszt, amelyen önmagát föláldozza a bárány.